Hogyan sikerült a Tüske-Szentpéteri részönkormányzatnak az elmúlt éve? Az elmúlt évben a fő elképzelésünk az volt, és az volt a nagy terv, hogy a temetői ravatalozónak a tetejét megcsináltatjuk. Erre a forrás arra is rendelkezésre áll, azonban itt a terveztetés, pályáztatása, kivitelezőre ez még folyamatban van, tehát talán ebben az évben, tehát 2016-ban, majd évvégén azt is el lehet mondani, hogy befejeződött és megtörtént a ravatalozónak a felújítása. Emellett milyen programokat sikerült megvalósítani? Még azért visszatérnék arra egy picit itt a elképzelésekre, hogy illetve a megvalósult, hát nem beruházás, hanem mondjuk azt, hogy voltak út és egyéb terveink javítások, ezek ugyancsak azt kell mondanom, hogy hál' Isten megvalósultak, tehát a kis utcának a rendetétele, amit úgy, tehát kis utcának hívják Tüske-Szentpéterben, a Csicseri csárda melletti hegyi útszakasznak a részbeni víz elvezetés, részben pedig a kavicsa való feltöltése. Ezek voltak, ami megvalósult. Ami a jövőt illeti, a belvíz elvezetés az egy nagyon rákfenéje Tüske-Szentpéternek, és a 181 millióban nem férd bele, de ígéret van arra, hogy lesz olyan pályázat, ami kifejezetten ilyen belvíz elvezetésre fog vonatkozni, és akkor ígéretem van a önkormányzat testületétől, hogy meg fogjuk pályázni, és az önerőt biztosítjuk. Hogyan változott az önkormányzat, részönkormányzat költségvetése? Emelkedett-e esetleg a rendelkezésre álló összeg a tavalyi évben? Sajnos csökkent, mivel kvóta rendszer van, és a fejkvóta alapján, mivel csökkent a lakosság létszáma, ezért csökkent a finanszírozás is. Ezzel kapcsolatban van elképzelésem, de nem csak nekem, képviselőtársaimnak is, hogy ezt átalakítjuk, ezt a fejkvóta rendszert, megpróbálunk esetleg megemelni, illetve valamikor az önkormányzatiság hajnalán volt olyan Zalaszengróton, hogy egy bizonyos összeget elkülönítettek, és akinek feltétlenül szüksége volt, azt oda biztosították annak a részönkormányzatnak. De hát ennek még előtte vagyunk. Abból a bizonyos 181 millió forintból, amire ugye a város régóta várt, 7 millió forint jutott a részönkormányzatoknak. Milyen feladatokat fognak belőle elvégezni? Mire tervezik elkölteni ezt a pénzt? Gyakorlatilag el van költve a temetői ravatalozó tetejére. Tehát ennyi volt, ami jutott Tüske-Szentpéterre. Az idei évben, túl azon, hogy idén lesz majd kész a ravatalozó teteje, milyen terveik vannak még? Én a vízelvezetést mondanám, amit előtérbe kell helyezni, és hogy az előző kérdés ne kerüljen meg, programokat illetően sajnos el kellett napolnunk, tehát nem volt sem bucsú, sem falunap, viszont annak a összege az gyakorlatilag egyéb dologra, amiről előbb említést tettem, arra fel tudtuk használni. Volt egy nagyon jó sikerült szokásos nyugdíjas találkozónk, ami minden évben jól sikerül. Milyen gyakran találkoznak egyébként? Milyen gyakran ül össze a részönkormányzat? Hát ez eseti, amikor olyan feladat van, amihez részönkormányzati testületi döntés kell, akkor rövid úton összehívva tulajdonképpen megbeszéljük a dolgokat. Van a Tüske-Szentpéteri részönkormányzatnak közmunkása? Igen, egy közmunkásunk van, aki gyakorlatilag mindent ellát, ami szükséges. Lát-e arra esélyt idén, hogy a részönkormányzatok finanszírozásában változás álljon be az eddigi gyakorlathoz képest? Hát én bizakodhatok csak, az, hogy esély van-e. Hát remény hal meg utoljára, én nagyon jó lenne, hogyha ez a, hát mondjuk azt, hogy nagyon kevés összeg, ami fejkóta alapján rendelkezésre, hogy ez megemelkedne. Ez nyilván más részönkormányzatoknak is jó lenne, de olyan elképzelés, ami felvetődött, hogy bizonyos részönkormányzat viszont kevesebbet kapjon, én ezt semmiképpen nem támogatnám. Tehát én abban nem vagyok úgy mondjam partner, hogy másnak a rovására kapjon Tüske-Szentpéter többet.